Sziasztok! Kristóf a kockás ember, ez pedig nem más, mint a Technik Szerda. Madásban a Geosztát nézzük meg! Bizony ismételten kapható egy terepjáró a Lego Technik világában. Ugye ezelőtt a Land Rover Defender volt az, ami megkaphattunk ilyen nagy méretben, sok funkcióval és terepjáróként, és most újra elérkezett egy ilyen licencelt nagy dög, ami azt gondolom, hogy mindenkinek nagy kedvence, hiszen a Mercedes-Benz G-osztály az mindig is egy hatalmas ikon lesz, és idei évben 45 éves ez a típus, épp ezért nem meglepő, hogy kihozta a LEGO Speed Champions méretben is, illetve most rendesen technik verzióban, úgyhogy semmi meglepő nincs ebben. Na, kezdjük egyből az adatokkal, ugye ez a 42 es készlet, 2.891 gyeremmel, és 1990 folyamba kerül, ami igazán durva, bár persze megszokattuk már ezt az árat, hiszen a Defender, ugye a Creators Expert verzióban, ugye most már elkezd néven, az is 100.000 forint körül mozgott, tehát hogy nincs új a nap alatt, ezek a nagy most már híráról mozognak. Na nézzük a készletet, aminek egyből az legszembetűnőbb dolga az új szín, ugye ez a pirosas narancs szín, amit már egyébként megkaptunk a technikvonalon vonalon, méghozzá a Space készleteknél. Most megérkezett egy autóhoz is, méghozzá csak ez fedi be. Igazság szerint nem olyan rossz ez a szín, nehezen adja vissza a kamera, én azt gondolom, de úgy élőben teljesen rendben van a szín, szerintem, szerintem tök jól néz ki. Nyilván ismét egy új szívvariáns, aztán el lehet dönteni, ennek körülünk vagy sem. Ezt írjátok meg kommentbe. Nekem ez így, ez az összkép igazából tetszik. Szerintem teljesen oké. Okay. Maga a kocsi egyébként a Mercedes-Benz G500-as, ami ugye egy benzines verzió, de ez már a faceliftes vagy új verzió, ami a sorhatos motorral van szerelve. Tehát, hogy amikor kijöttek a Képek azért nagyon meglepő volt, mindenki mondta, hogy hát, hát miért soratos van benne. És teljesen jogos, hiszen a korábbi generációkban az 500-as mindig egy V8-as volt, és afelett volt az AMG verzió, ami szintén V8-as volt. Hát most már sajnos a G500 is elveszítette a V8-as motorját, most már csak egy soratos van, bár persze továbbra is benzines. Ráadásul ez már, most nem ez a készlet, hanem az igazi autó, az egy hibrid verzió, tehát van benne egy kis motor, elektromotor, illetve egy kis aksi hozzá, tehát nem tud őrült sokat menni. Hibridként van benne egy kis plusz elektromos erőforrás. No de, tényleg beszéljünk a készletről, szóval ugye a G500-as ráadásul van rajta kiegészítő csomag, ami igazából a terepezéshez jó, ugye ez a Professional Line, ugye ez benne a nevében, ez azt akarja, hogy kap egy plusz tetőcsomagtartót, egy nagyon izgalmasan kinéző kis ládikát, a pótkeri kap egy plusz kiegészítést, illetve létrát kap, valamint a sárfogókat megkapja az alján, tehát hogy így lesz belőle a teljes készlet. Nyilván, ha ezteket levesszük, akkor megkapjuk a sima G500 verziót, nekem úgy egyébként sokkal jobban tetszik, tehát ez a plusz kiegészítés nekem annyira nem hozott lázba. És ha már kinézett, nagyon-nagyon jó, így meg van emelve, ugye ez nagyon passzol a g az mindig is egy magas autó volt, magas építéssel, tehát ezt nagyon jól átadja maga a készlet. Vadi új gumikat kapunk rá, tehát hogy új terepgumikat kapunk, amik szintén zsenyása jól néznek ki. Nagyon-nagyon hiányzott már egy ilyen rendes terepgumi, tehát például a Defenderre is igazság szerint ezt a gumit kéne áttenni, mert akkor mutatna jól. Úgyhogy nagyon-nagyon jól néz ki, jó az orra, jól megvan az első lökhájtó, Jók egyébként a csíkozás az oldalán, tehát pont úgy, ahogy az igazinak is megvan ez a fekete csík az oldalán, itt is megtalálható, a hátulja is jobb, bár egy picit túlzónak tűnik a kerék a hátsó ajtó, legalábbis egy kicsit sok, de elfér. Akkor ugye kinyitva a motorászatőt meg, megtaláljuk benne a motor takaró burkolatot, ami <kül> sose volt még technik készletben, de most itt megkaptuk, de persze ezt ugyanolyan könnyen le lehet venni, mint egy igazi autónál és alatta megtaláljuk ugye a sorátost, a új generációs, vékony hengerekkel. Igen, sajnos már egyre inkább kiveszkedő a korszak, mikor rendes hengereket kapunk, itt is csak a, ez a kis verzió van. De tovább folytatva a kinézetét, kapunk hozzá rendesen ablaktörlőket, a belső Térben megkapjuk az új kijelzőket, tehát hogy az új autóban vannak, most a kijelző van, ezt itt is nagyon jól hozzák, igaz, hogy maticával, de akkor is most már erre haj Megvannak az ülések, oldaltámasztal, megvan a hátsülés, tehát hogy nagyon-nagyon szépen kidolgozták, és megvannak a váltókarok. És a legviccesebb dolog pluszban benne az a napfénytető, ami kinyitható, tehát hogy ki lehet nyitni ide, hát ugye eleve egy luk van benne. Itt persze lehet vitatkozni, hogy van azért van ez itt, hogy hozzá lehessen valamennyire férni a kezelőszervekhez, ugye a váltóhoz. vitatkoznék vele, mert én a szélvédőn keresztül jobban hozzá tudtam férni, de hát ez lehet az én hatalmas kezérnek be lehet betudni. Úgyhogy egy szuper kinéző cucc, az alja is gyönyörűen ki dolgozva, megvan a hátsó, illetve a középső differenciál zár, tök jó találva, váltó sincs túl, túl, túl tolva, hiszen van egy alacsony fokozat is van, egy magas fokozat, tehát hogy szerintem ennél több nem is igazán kell. Na no, de akkor nézzük a funkciókat, amelyik belekezdtünk, és akkor maradjunk a meghajtásnál, ugye mint látjátok, rendesen, ha nyitva van a álcsi differenciálmű, akkor szépen elforul a kerék. Hogyha bezárjuk a középső differenciálművet, akkor, mint látjátok, szépen átviszi a hajtást az első kerekeknek is, és le lehet zárni szépen a hátsó differenciálművet, és akkor ott mind a két kerék mind a két kerek szépen forog úgy, kell hogyha ez gyönyörűen megvan oldva, akkor van egy forső és egy alsó fokozatunk, ahol ugye a motor tudna gyorsabban vagy lassabban forogni. Ezt megpróbáltam nektek így valamennyire levideózni, hát ezt azért nyilván játék közben lehet legjobban látni. És van egy előre, illetve egy hátra fokozatunk, úgyhogy nincs túl túlva váltó, hála Istennek, nem ezen van a fókusz. Itt sokkal inkább nekem is a differenciálművek, az volt, ami, ami sokkal inkább Örülök neki, hogy benne van. A motorázható nyithatóságát már említettem, van kis kitámasztókarunk, tehát szépen meg lehet támasztani. Viszont a becsukásnál elég furcsán működik, hiszen egy kicsit előre bukik, és vissza kell tolni a helyére. Ez egy kicsit furcsa, de szerintem együtt lehet vele élni. Aztán jönnek a többi ajtó, mind a négy ajtó nyitható, pontosan öt, hiszen a hátsó ajtó is nyitható. Mindegyiknek zármechanizmus van benne, viszont az első, illetve a hátsó ajtóknak más a zármechanizmusa. Tehát ha megnézzük az első ajtót kinyitva, ott nem lóg túl, tehát nem egy túllogás miatt záródik be, hanem a tengelynél, amit láttok, arra pattan rá a zárszerkezet, és akkor nem lehet kinyitni. A hátsó ajtónál ott már viszont a mondjuk úgy megszokott zárszerkezet van, ami túlnyúlik az ajtón, és akkor szépen be lehet rakasz, és akkor nem lehet kinyitni. Ugyanez a funkció működik, vagy ugyanez a funkció megvalósítva a hátsó ajtónál is, tehát hogy ezek is, vagy itt sem variálták túl a dolgokat. Szintén érdekesség, hogy a hátsó le lehet hajtani, tehát hogy lehet azt mondani, hogy valami nagy dolgot belepakolunk, és akkor azt lehessen hurcolászni. Jó a rugózásunk, nagyon szépen puhán mozog, pont úgy, mint ahogy egy nagy telepes telepjárónak mozognia kell, illetve kormányozható, nagyon szépen működik, és a belső kormány is kormányozódik, tehát hogy ezt sem hagyták ki a rendszerből. Ami viszont fáj pont azok az ülések, ugye az első üléseknek van oldaltámaszuk, amik nincs, tehát eléggé e, mozognak, és nem is lehet őket szépen széthajtani, ami, ahogy az ember igazából elképzelni, ugyanis az útban van a zár, és ebből kifolyólag eléggé így passzentos ez az oldaltámasz. Azt gondolom, hogy a funkcionalitás rovására ment a szépség, és azt gondolom, hogy techniknél ez kicsit sem baj hiszen pont arra vágyunk, hogy minél több funkcionálásunk legyen. Nagyon jól mutatnak együtt a Defenderrel, tehát szépen mellé tettem. Tip top, bár nekem továbbra is a Defender tetszik jobban, de megírhatjátok, hogy nektek melyik a kedvencetek, nagyon kíváncsi leszek rá, bár azt gondolom, hogy mi a nagyon nagy ikon a g lehet, hogy így sokan erre fogtok szavazni, de nagyon jól mutat a kettő együtt, nagyon szép páros, egy gyűjteményben tökéletesen passzol, de érezhető a korszak különbség, még akkor is, hogy ugyanaz a személy tervez a kettőt, tehát, hogy itt már azért kiavította azokat az apróságokat, amik a defender nem voltak jól, például a váltónak a kattogása, vagy a rugózás, tehát, hogy ezek mind szépen meg vannak oldva. A fügyetet is érdemes lapozgatni egyébként, hiszen benne van a teljes kortörténete, a G-osztálynak ezen kívül kapunk összehasonlító képet, a legújabb az igazi verzióval, és kapunk szerintem egy nagyon jó kis képet magáról a tervezőről is. Szóval itt adtak annak, hogy meg legyen szépen csinálva ez a füzet, minél több ilyen licencet füzetni, így kell tenni szerintem. És nagyjából a végre is értem a bemutatásnak, úgyhogy jön az összegzés, ahol egy nagyon jó kinéző kocsit kapunk, nagyon jó az új szín, nagyon jó a feketével a párosítás, jó az építési élmény, főleg, hogy közben ki tudod próbálni a váltót, tehát mind, mind rendben van. Negatívum az ára, amit tud fájni az a 100 ezer forint, nem, nem tudok elvonatkoztatni a régi koroknak a összegétől, mikor ez 50 ezer forint környékén volt, tehát pont a fele. De nem menjünk ebbe bele, inkább még az ülést emelném ki, ami negatívum, mert az, az azért bántja a szememet, hogy ezt ilyen nagyon feszesre van téve, miközben nem ilyen feszes egyébként az ülések szerintem az igaziba, de más hibát igazából nem tudok rajta felhozni, tök jól néz ki. És ezzel végre is értem a videónak, remélem, hogy tetszett, ha így van, akkor mindenképp dobj egy lájkot, ezen kívül iratkozz fel a csatora, még nem tetted volna meg, valamint írd meg kommentben, hogy neked hogy tetszik ez a készlet, mennyire tetszik, vagy mennyire inkább nem másra, nagyon kíváncsiok illetve a következő időig pedig mindenkinek nagyon jó legózást, jók legyetek, sziasztok!